Öt nyelven működik a rendszer, amelyhez a magyar, szlovák, ukrán és román megyék férhetnek hozzá. A CBC parlamentre csak regisztrált felhasználók léphetnek be. A szomszédos határmenti megyék gazdasági kulturális kapcsolatait könnyíti meg az adatbázis, amelyen az információk gyorsan és megbízható forrásból jutnak el a közösségekhez. A rendszer segít abban, hogyan találjanak partnert a Kárpátok eurórégió területén az önkormányzatok, a vállalkozások, a szervezetek vagy egyes szakemberek. A CBC parlament célja, hogy a határon átnyúló együttműködést fejlesszük, több információhoz jussanak a határ két oldalán élő emberek, idézőjelben az átlagemberek, mert megyei tanácsoknak, testvérvárosoknak, hivataloknak, egyetemeknek van testvérvárosi kapcsolata, de átlagban, hogyha egy magyar állampolgár mondjuk Szabolcs-Szatmár-Berek megyébe, vagy Borsodabújba meg akarja tudni, hogy a túloldalon milyen fejlesztési célok vannak, akkor ezt körülményesen tudja csak megtudni. Ezzel a CBC parlament információs rendszerre pedig azonnal hozzájut. A projektben egy adatbázist hoztak létre, melynek célja elsősorban a megyék, régiók, városok területfejlesztési, területrendezési dokumentumainak egy hálózaton való elérése volt. Dokumentumok, grafikák, térképek, tervek, sőt egyes témákban előadások anyagai is elérhető a felületen. A rendszer védett, a feltöltött anyagok tartalmát folyamatosan ellenőrzik. És hogy mire jó még a rendszer? A vállalkozások, gazdasági szervezetek, külhoni partnereikkel tarthatják a kapcsolatot, figyelhetik a piacot. Az országok tájékozódhatnak egymás kulturális, oktatási, egészségügyi szolgáltatásairól, de a régiók turisztikai termékeinek, látványosságainak ajánlására is alkalmas. Emellett segítésére lehet a katasztrófavédelemnek és a környezetvédőknek is. A CBC parlament az egyének és közösségek kapcsolatának építő eszköze.